szerintem ő a darabban az áldozat. Az az áldozat, aki megsínli a hatalmi erők összecsapását és a királyság iránt vágyakozó feleknek az összetűzését, és ő örlődik, hogy hova álljon. Erős benne a hazaszeretet, de közben meg látja azt, hogy bizonyos hatalmi pozíciókban lévő emberek nem valók oda, vagy személyesen személyes tapasztalata van velük, ami negatív, és ezért meg akarja őket buktatni, de az hazárulás lenne, és ő örlődik, hogy mit tegyen. Az anyjával való kapcsolata olyan, hogy nem tudja egészen hosszan, hogy az a kapcsolat, amit egy hölgyel folytat, az az anya és a fia kapcsolata. A végén jön erre rá, nincs rá sok ideje, hogy ezt így feldolgozza, de amikor találkoznak, akkor mindig valami furcsa érzés folytán valami többet érez, mint egy egyszerű ember. Tehát megérzi, hogy az anyjáról van szó, ha ez nem is tudatosul benne. A darab néha eléggé skicszerűen fogalmaz, és akkor ezt a skicszerűséget meg még ezt keressük szerintem ezzel a formával, ez az, amit próbálunk valahogy nem is átélhetőbbé tenni, de nem ellopva az időt meg az energiát attól, ami esetleg a lényeg, ami a darab szövete, ami a darab jelenete, az a karakterek egymáshoz való viszonya. Ettől nem lopja el az időt és a teret, a vizualitást, a díszlet meg a környezet. Szóval így teljesen tisztán marad az anyag. Minden emberi szituáció vagy egy helyzet is egy jelenetben, akár csak két mondat van, amit egy-egy ember vált egymással a színpadon, szerintem abban már nagyon sok olyan minta van, amiket nézőként le lehet venni, amíg nem is tudatosan, de egyszerűen hat rád, és az a minta, az abban ráismersz az életre, és azban már egy tanulság is van. A darab egészében is több ilyen tanulságot lehet felfedezni. A nacionalizmus vagy a hazaszeretet, az szerintem újra fellángolásban van. Itthon is, és a világban is, a nemzetállamok egyre elterjedtebb, nem is államformái, hanem berendezkedései, hogy irányai a világban az államoknak, meg az országoknak. Tehát szerintem most ebből a szempontból ez így rímel a világra, hogy jön vissza ez a fajta nagy hazaszeretet. Legalábbis én mindent ilyenkor kicsit az én karakterem szemszögéből látok, és akkor próbálom valahogy én rátenni erre a lelkületre és erre a gondolkodásra, hogy milyen az a lét, ahol valaki annyira szereti a hazáját, hogy egészen egyszerűen bűntudata van attól, hogyha olyan gondolatai vannak, hogy esetleg megbuktassa az éppen regnáló hatalmat. Félő ugyanis, hogy a hóhír eltenni emlékül a feje, pedig úgy fej nélkül szégyen lennék a világban járni. Volt olyan időszak az életemnek, amikor ott talált menedéket annál a költészetnél, amit Petőfi képvisel. Most már azért a sötétebb, feketébb, maibb gondolatok, meg érzések azok, amik felé elmentem, meg el tudok menni, de ugye az ember ízlésének nagyon széles spektruma van, és ebben Petőfi ugyanott meg kell legyen, vagy benne van nekem is, ami egy a teljesség része.